A legérdekesebb részlete ennek a leletnek itt hátul található. Ez valószínűleg egy csipkének a maradványa. Lehetséges, hogy fémszálakból, vagy fémmel bevont szálakból készítették el ezt a részt. A koporsó, melyből ez a koponya előkerült, a kenderesi református templom alatt feküdt. A régészek egy jelenleg is tartó ásatás során találtak rá. Onnan került be a Damjanich János Múzeumba. Ezzel az ásatás helyszínén nem nagyon lehet mit kezdeni, ezért valahogy be kellett, hogy hozzuk ide a múzeumba. Ezt az egész kicsit kezdetleges dolgot hívjuk úgy, hogy in situ felvétel, tehát ahogy az ásatáson megtalálták, abba az állapotába hoztuk be a múzeumba. És ami látható, hát valószínűleg, hogy egy főkötőnek a maradványai. Az ásatás során két koporsót találtak, nagy valószínűséggel a 17. századból. Előkerült egy aranyköves gyűrű, de találtak csontövvereteket is. A feltárás során 20 darab érmét is találtak, ezek már itt vannak bent a restaurátor műhelyben, tisztítják az érméket, amit a kezemben van a legidősebb, a legrégebbi korból származik, Zsigmond idejéből, az 1380-as évek és 1430-as évek között valamikor. A kenderesi református templom felújítása során, amikor a padozatot felszedték, akkor találtak rá a korábban épült templom alapjaira. Oklevelek bizonyítják, hogy a jelenlegi építmény magában foglal egy gótikus templomot. Kenderest a kunak 1352-ben vásárolták meg, és ott 1350 és 1360 körül egy Szent Mihálynak szentelt téglatemplomot építettek. Ennek alapjait, szentélyét és diadalív alapozását találták meg. A legfontosabb falkutatási és épület adatokat össze tudtuk szedni, igazolni tudjuk azt érmékkel és építészeti jegyekkel, valamint elhunytakból, sírokból kikerülő adatokkal, hogy a templom, amit gondoltunk róla, az oklevelekben leírtak, ez összecseng, tehát megtaláltuk. Kenderes nem legkorábbi, de biztosan a gótikában épült templomát. Ez egy nagyon fontos dolog. A legfontosabb lelet egy kőből faragott ajtó vagy ablakfaragvány 80-90 kg-os darabja. Ez megyénkben a nagyon ritka gótikus faragványok közé tartozik. A kutatás a tervek szerint március végén fejeződik be.